csak a Mi Hazánk mozgalom állított alkotmánybíró jelöltet a határidőig, minden szigorú feltételt teljesítve, Súlyog Tamás megüresedett helyére. Így az Országgyűlés Illetékes Igazságügyi Bizottságának hétfői ülésén csak dr. Bánovics Tamás alkotmánybíró jelöltet fogja meghallgatni a döntés előtt. Alkotmányos válság van Magyarországon, amin elsődlegesen egy alkotmányozó nemzetgyűléssel szeretne úrrá lenni a Mi Hazánk mozgalom. Sokkal szélesebb körű társadalmi legitimitás kell, hiszen az aránytalan, torz, igazságtalan választási rendszerből született meg a jelenlegi alaptörvény is, mely számos ellentmondást is tartalmaz, főként a preambulummal szemben. Soha kétharmados választási többséghez nem jutott választáson a parlamentben a fideszes kormányzat. Éppen ezért szélesebb körű alkotmányozó nemzetgyűlésen kellene egy új alkotmányt létrehozni. Nem csak alkotmányos válság, hanem politikai válság és kavarodás is van. Ennek tudható be, hogy Trócsányi László végül mégsem vállalta az alkotmánybírósági jelölést. A Fidesznek sincs jelöltje, úgy tűnik, hogy egyfajta káder hiány van. A Mi Hazánk mozgalom viszont a civil szférából is kitűnő szakembereket tud, és tudott eddig is javasolni. Legyen szó az állami számvevőszék elnöki posztjáról, amelyre ugyanúgy tettünk javaslatot, mint a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának élére, vagy államfőjelöltünk volt ugye dr. Csak Magdolna közgazdász professzor személyében. Most pedig egy nem kevésbé kitűnő szakember állít mellettem, dr. Bánovics Tamás jogász személyében, aki közel 40 évi jogi szakterületen folytatott gyakorlattal rendelkezik. Az Országos Választási Bizottság tagja is volt a MIÉP delegáltjaként, illetve a Nemzeti Radikális Párt fővárosi közgyűlési képviselője 1998 és 2002 között. Ebben a ciklusban egyébként ő volt a legtöbb indítványt benyújtó fővárosi közgyűlési képviselő az összes képviselő közül, sőt, ő szólalt fel a legtöbbször, és ő vett részt a legtöbb ülésen, ezért önmagában az objektív számadatok is azt mutatják, hogy az a szorgalma és tapasztalata, amiről már számos megbízatása során tanúbizonyságot tett, az alkalmassá teszi e szempontból az alkotmánybíróság tagjává is. Kormányzati ellenőrként is dolgozott, szakterülete volt állami tulajdonban álló ingatlanok, intézmények működésének teljes jogi átvilágítása és ellenőrzése, illetve azt gondoljuk, hogy most, amikor nagyon komoly támadások érik Magyarországot a külföldi birodalmak, akár az Európai Unió részéről, akkor szükség van a szuverenista politika megerősítésére, és az Alkotmánybíróság ilyen megközelítésű felfogásának megerősítésére. Az alkotmányos válságon úrrá kell lenni, illetve azokat az alkotmányos mulasztásokat is fel kell számolni, amit az elmúlt években, évtizedekben felhalmozott az Országgyűlés, hiszen hiába mondta ki az Alkotmánybíróság számos ügyben, konkrét határidővel, jellemzően lejárt határidei határidővel, hogy jogszabályt kell módosítani valamilyen ügyben, jogszabályt kell alkotni, erre fittyet hány az Országgyűlés, hiába szorgalmaztam ezt Kövér László házelnöknél a mai házbizottságülésen és a korábbiakban is, úgy tűnik, hogy az alkotmányos mulasztások, az Országgyűlés általi törvénysértések, alkotmánysértések, azok csak a Mi Hazánk mozgalmat zavarják. Mi ezzel a mandátummal szeretnénk Bánovics Tamást felkérni az Alkotmánybíróság tagjává, illetve szembe kell nézni azzal is, hogy a Súlyog Tamás vezette Alkotmánybíróság botrányos ügyekben kollaborált a kormánnyal különböző alkotmányos jogokat megsértve, ilyenek például a devizahiteles ügyek, a járványügyi veszélyhelyzet, majd annak háborús veszélyhelyzetenkénti meghosszabbítása teljesen alaptalan módon, azaz a rendeleti kormányzás bevezetése. Több mint 1000 veszélyhelyzeti rendeletet adott ki a kormány az elmúlt 4 évben. Folyamatosan háborús veszélyhelyzetben élünk most már, miközben mégis a katonáinkat a világ távoli részére küldik. Szóval van itt ellentmondás bőven. A védőoltások felvételére kényszerítés, az oltatlanok diszkriminációja is egy olyan ügy, amiben az Alkotmánybíróság asszisztált a kormányzatnak a különböző alkotmányos jogokat sárba tipró rendelkezéseihez. A gyülekezési jog korlátozása a veszélyhelyzet idején szintúgy egy ilyen téma. Időközi választások felfüggesztése a veszélyhelyzetben, vagy sztrájkjog korlátozása például a tanároknál.
Említhetnénk a kataadózás pénzügyi év közbeni, tehát felkészülési idő nélküli megszüntetését, ami szintén egy súlyos jogtiprás volt, amihez szintén asszisztált az Alkotmánybíróság, akárcsak amikor a kúriát felülbírálva védték meg Rogán Antal propaganda minisztériumát. És még sorolhatnánk azokat a fontos népszavazási kezdeményezéseket, amelyeket megakadályozott az Alkotmánybíróság. Mindezek után szeretnénk egy paradigmaváltással, egy új lépést téve dr. Bánovics Tamást az Alkotmánybíróságba küldeni, és most úgy tűnik, hogy egyedül jelöltként állhat a döntés előtt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottság elé a választást megelőzően. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, amely szerint a Mi Hazánk mozgalom felkért alkotmánybíró jelölté. Alelnök úr, amit elmondott az alkotmányügyi problémákkal kapcsolatosan, meggyőződésem az, hogy az alkotmánybíró nem politizálhat. De mivel az alkotmánybíró és az alkotmánybíró jelölt is ember, természetesen meg lehet, sőt meg is van a véleménye a felvázolt és elhangzott kérdésekről. Hosszas évtizedes jogi gyakorlatom alapján hat fókuszáljak négy fontos kérdésre, amely szerintem a mai magyar jogrendszer alkotmányosság alapvető kérdése. Alelnök úr is említette a devizahitelek problémáját. Nagyon fontos kérdés, mind a mai napig sajnos lezáratlan ügy, és egyszerűen el nem hanyagolható az a felelősség, amelyet ebben az állam, úgy ahogy van, az egész állam visel, és amely tekintetében a felelősségre vonás még nem történt meg. Másik nagyon égető kérdés szerintem a végrehajtás, a végrehajtók és a végrehajtói kar kérdése. Ugyanis ez a rendszer, ahogy ma működik, megítélésem szerint nem mehet, nem működhet tovább. Harmadik nagyon fontos kérdés szerintem a behajtást kezelő, leánykori nevén nem szeretem ezt a kifejezést, faktoring cégeknek a kérdése. Hatalmas üzlet és óriási visszaélések vannak ezeken a területeken, és az adósokat az állam sajnos magára hagyta minden szempontból. Végül, de nem utolsó sorban, napi ügyvédi munkám során rengetegszer találkoztam azzal a problémával, hogy a pszichiátriai betegek magukra maradtak. Ugye annak idején lassan már, hát, ha jól számolom, 16-17 éve megszüntették az OPNIT, és azóta egyszerűen nincs normális kezelő rendszer. Magukra maradtak ezek a betegek, az utcára kerültek ezek a betegek, és ezek a betegek egyenes úttal a hajléktalan sorba süllyednek le. Nagyon sok ilyen esettel találkoztam bíróságokon, normális, becsületes emberek, akik hajléktalanságba süllyedtek azért, mert nem tudták őket kezelni. Amit nagyon fontosnak tartok elmondani, mint alkotmánybíró jelölt. Van az a régi mondás, hogy ott fent az igazság, itt lent a jog. Engedjék meg, hogy elmondjam, én bármennyire kilátástalan és naívnak tűnő kijelentés lesz, én hiszek abban, hogy az ott fent lévő jog azonos lesz az itt lent lévő igazsággal. A mindenható kezében lévő igazság le kell, hogy jöjjön, itt a jogba is és a jogalkalmazásba is. Én ebben hiszek, ha nem hinnék, akkor nem lettem volna jogász, nem dolgoznék ügyvédként. Ez lenne a mottója az alkotmánybíró jelölésemnek. Köszönöm szépen. És sok sikert kívánok. Köszönöm a munkához. Úgy legyen.